az időutazás képességével születtél, az első dolog, amit meg kell tanulnod az, hogy nem lehetsz adott időpillanatban több helyen. Mivel azonban te is halandó vagy, alaposan meg kell fontolnod, mikor és hol teszed, amit teszel. A második dolog, amit nem árt észben tartanod, a képességet szart se ér hatalom nélkül, akár csak a harag. A hatalmat pedig Szeolon, a Lail birodalom képviseli és gyakorolja. Az enkik mindkét alapszabályról megfeledkeztek. Örökké tartó háborúnak hívták a vallépésüket, de szánalmas ellenállásuk nem tartott örökké. Ábránd Bérc bukásával ért véget. A kobalt király a parancsnokságnak. 1204-76-12. Megkezdem az ereszkedést. Vétel. A kobalt király a parancsnokságnak. 1204-76-12. Megkezdem az ereszkedést. Vétel. Vettem. 1204-76-12 kobalt király. A navigáció szerint a város fölé értünk. Ellengravitáció várható. 3, 2, 1. Mostantól. Huszonkettes, kapd el őket! Kobalt király a falkának. Két merenstein 55-ön. Nem szeretnénk randevúzni velük. Vettem, kobalt király. 20-as és 22-es. Két merenstein 55-ön. 54-en. A tiétek. Zárkózzatok fel! Szóljuk meg kicsit ezt a lebegő erődöt! Falka vezér! 22-es, 21-es és 9-es fedez! Ennél a sebességnél felkerülünk az árok falára! Aktiválom az időtűzőt! Tomián! A picsába! Falka vezér! 20-as ledarálták! Vétel! Pozitív 22-es! Időtűzér aktív! Indulunk! Kérem alással!
Mindenki megvan? Falka, felzárkózni és jelentést kérek. Hova király, a légtér a zónádban tiszta, mint a patyolat. Köszönöm, Falka vezér. Kobalt király a parancsnokságnak. 604, 112, 12. Pozícióban. Fél perc a kioldásig. Persze. 604, 112, 12. Kobalt király. Gránit gróf sikeresen ledobta a szállítmányát. A negyedik egyesülés. Három darab bomba 664 ezer enkit ölt meg azon a napon, és ezt majd 2 milliárd birodalmi polgár ünnepelte. De itt halt meg a fiam is, aki Kobalt király, a negyedik bombát szállító gép pilótája volt, és aki valami elképzelhetetlen, a harci repülés történetében példátlan dolgot tett, megtagadta a parancsot. A híradások szerint a másodpilóta a helyszínen főbelőtte. Egy birodalmi apa valószínűleg összeroppant volna a hazaárulás hallatán, és elsüllyedt volna szégyenében. Én azonban csak egy kollaboráns apa vagyok. Egy másodrendű polgár, akihez egy birodalmi... Moneta pont. Az örökké tartó háború, de főként ábrándbérc bombázása gyakorlatilag leradírozta nemzetünket a térképről. De kitörése óta több mint 2 millió enki tűnt el nyomtalanul. Birodalmi rohamcsapatok és kollaboráns fejvadászok hurcolták el őket. Öregeket és fiatalokat, nőket, férfiakat, gyerekeket. A monetai kutatóbázis anyagai adhatnak választ arra, mi történt velük, és hogy mit tehetünk értük. Megteszünk mindent, bármilyen kevesen is maradtunk. Ito, Idriad! Az ároknál vagyunk, megkezdjük az eredkedést! Sok szerencsét, Akita! A peremvidék aktivitása a várakozásainknak megfelelő. Csapok egy kis zajt, hogy elteveljem a figyelmet rólatok. Hát valami fura dolgot láttam. Teszek egy kört a kilátó körül. Ito! Milyen fura dolgot? Maklárba! Ne haragudj, hogy a marhaságaimmal fárasztalak! Nem tart meg ez egy őrszem! Nem képzelődtem! Akita! Akita, halló! Húzd el oda! Oh!
a szenszar, bassz meg, a kurva életbe! Dögölj már meg! Akita! Akita! Aknozár. Remélem, ott dög lesznek, Gossz. Látom, a házőrződ itthon van. Thank you.
Remélem, hogy az informátorom helyesen lokalizált, mert nincs kedvem ártatlan embereket ölni. Ha vannak egyáltalán ártatlanok, Pokémonom, az ördög segjogában. Duplán fizetek, te szar! Regis Pire a Kobalt király tüzére volt. A hétfős személyzet ötödik olyan tagja, akit utolért a bosszú. A birodalom nemi erőszakért vágta be Bokumonóra, ahonnan valószínűleg soha nem szabadult volna. Évekig tartott, míg a nyomára bukkantam. A lányt, akit megerőszakolt, Mirian Magusának hívták, és enki volt, de jól titkolta. Ha ez valahogy kitudódik, ő maga is egy koszos, elfeledett birodalmi munkatáborban találja magát, de nem tudódott ki. A birodalmiak az ilyen leleplezésekhez hülyék voltak. Fiatal volt és szívós, de ami fontosabb, egy politikailag kompromittálható pilóta, nekem pedig segítségre volt szükségem, hogy megfizessek a fiam haláláért. Pire a testét gyötörte meg. Én a lelkét. Feljelentéssel zsaroltam, hogy velem tartson. Akkor elengedsz? Meglátjuk, kedves.